Sziasztok! Mozgásvilág tesznap. Megyünk tovább. Kellyz. ORC 30. Egy olcsó tektrófékes, azt hiszem szorás. Sima luázas országúti. Hát így most és semmi extra szerintem a kerekekbe se. De azért ez sima vagy. Jól látom. Egész profásan néz ki minden amúgy. Azt képest, hogy ez egy nem drága bringa. De hát akkor úti tesztet neki. Hajtsuk meg egy picit. Közlekedni. Úgy szintén, na engem ez most meglepett. Nagyon jó lehet egy sima aluvázas országútival ilyen úton menni, de nem ide való, úgyhogy hagyjuk is ennyibe. De. És elmegyünk vele egy kicsit aszfaltozni. Azért sokkal jobban érezni az utat már itt is, de nem durva. Ezek a tektoró fékek aránynak fognak is. Nehezebb hajtani. Nehezebb a gép és kényelmes az az este. A csókodás kicsike a formán. Nagyon kényelmes. Ában még épp nem ér bele a kerékbe. Az elejét nem olyan könnyű emelni bukkanóknál. Könnyebben gurul, mint a Monti, de hát itt érezni azért, hogy ezek a kerekek visszatartanak. Érdekes, mert olyan, mintha lassulna, mintha nem is gurulna olyan könnyedén. Viszont az utat is jobban közvetíti. Merevednek érzem, de most ezt egy 1.300.000 forintos Cross Vento 8-hoz képest. Ez így nem is összehasonlítás, egy Kellyz ORC 30, és nehezebben is gyorsul, mint hogyha nehezebbek lennének a kerekek is, de mégse tartja úgy a lendületet. Meglátjuk a mászás, hogy megy neki. De hát ez az a kategória, amit én felérek. Mondjuk kényelmesen állították a kormányt. Hú, gyilkos! Gyilkosan kemény, de nem rossz, csak mondom ezt egy milliós karbon után. De jó! Ő is jó. Jó kis bringa. Ki
nehezebb állni. Húha! Hát, nehezebben megy. Viszont a szoraváltó így amatőrnek bőven elég, ugyanúgy vált, mint a dudaész egy amatőrnek. Jóval nehezebb, ugye könnyen jót megszokni, de azért ő se egy nehéz bringa, na. Nem tudom mennyi lehet. Nézzétek meg a katalógus adatot. Ugye a BBRS 500-as integrált hajtómű. Szorakar. Szerintem az agyak is szorák. Hasonlóan gondolkodik a Kellys, mind a Cross. Hogy a szora az teljes szora. Egy helyen spóroltak a fékkel, ugye a Start Pro. Rúgdalom ugye a könyökemmel, az érdemmel a könyökem. Hát könnyen lehet ezzel is gurulni. Meglepő, hogy a duraész fékek után, az előbb egy duraész fékes géppel mentem, ez a Tektro fék hasonlóan. Nem hasonló azért az erős a fék, de nem mondanám, hogy ergya, hogy nagyon gyenge, hogy nem lehet vele megállni, mert nincs. A fországút is. Az első kicsi az elles, meg az elmes. És nem volt súlyos. Szóval azt mondanám, hogy nagyon jó. Én ezt is venném, na. Hát iratkozzatok rá, hogy nem maradjatok a semmiről. Ennyi volt a Kellys ORC 30. Vissza kell adni időt, annyira nem siratom. Ez a megfizethető kategória. Jó kis gép.
menjünk, próbáljunk meg egy másik bringát is.